Tartozom nektek egy vallomással, én még soha életemben nem raktam ki Rubik kockát. Ebben a videóban ez most meg fog változni. Rubik Ernő 1974-ben alkotta meg a Rubik kockát, és fogalma nem volt róla, hogy mit alkot. A tanítványainak csinálta, hogy megtanítsa nekik a 3D-s tereket, de aztán lett belőle a világ legszuperebb és első számú puzzle-je. Gréti? Igen. Na, légy szíves, ezt keverd össze nekem, én nem nézem, csak annyit elmondok közben nektek, hogy a 80-as évek óta minden évben több millió példányt adnak el ebből a kockából, úgyhogy nem csoda, hogyha majdnem mindenki ismeri a világon. Na kész van már? Köszönöm szépen, ma! És én ezt most kirakom. Gyertek! Akkor így, igen, fölfelé, lefelé, keresztbe, nem vissza, ott azt, úgy azt az X-et ki kéne rakni. 8 éves gyerek is kirakja, sőt, láttam olyan TikTok videókat, amin ilyen szinte csecsemők rakják ki, úgyhogy nagyon bonyolult nem lehet, nem? Ezen a ponton kéne bevallanom, hogy ezt órák óta csinálom? Jó, nem, egyébként csak 10 perce, de már érzem, hogy közelebb vagyok a megoldáshoz. Na még egyszer, szóval akkor fel, le, oldalt, megfordítod az arcát, és akkor így kijönne, hogyha kijönne. Egy sor megvan. Jaj, most eltekertem. Nem adom fel, míg egy darabban látsz. Nem adom fel, míg élek. Kedves 8 évesek, majd írjatok már egy levelet, légy szíves, hogy aki ráírta, hogy 8 éves kortól lesz könnyű, az miért írta rá? Aki meg 5 éves, az maradjon csöndbe. Nem ez lesz a videó, amiben először kirakom a Rubik kockát. Azt bevallom, hogy nagyon megdolgoztatta az agyamat. Körülbelül 8 féle tutoriál videót néztem meg ebben. Az elmúlt egy órában, amíg megpróbáltam kirakni, és nem sikerült, úgyhogy jöhetnek a linkek kommentben, hogy hogyan rakjam ki, ugyanis ha megveszek is karácsonyom, erről fog szólni, hogy ezt kirakom, és ha sikerült, kiposztolom nektek Instagramon és Facebookon is. Egyébként a Spin Master kiadótól kaptunk 2 parti játékot is a karácsonyfa alá. Az egyik a Headbands, amivel a 6 pluszos, de szerintem már az 5 pluszos korosztályt is bevonhatjátok, a mi kisfiunknak nagyon-nagyon tetszett, főleg azért, mert zenél, világít, mindenféle hangot ad, úgyhogy már is megnyerte a figyelmét, és ez a kitalálni a másik feladványát, ez nagyon bejött neki. A Jumanji-nak pedig azért örültem, mert egy csomó negatívat olvastam róla az interneten, ilyeneket hallottam, hogy unalmas, nem túl eredeti, nekünk kifejezetten tetszett, könnyed, egyszerű családi játék kategóriában. Dobok, lépek, effektus van benne, és egyébként pedig ötletesek a feladványok, jó pofa az egész, egyfajta retro feelingje van, visszahozta nekem a filmet, amit annól nagyon szerettem, úgyhogy ha ti most ismerkedtek a társasozással, és kerestek 2 jó pofa játékot, akkor én szeretettel ajánlom ezeket is. Na srácok, most mennem kell, mert még vár rám egy kihívás. Utána pedig ezekkel is játszani fogok. Hogyha tetszett ez a videó, akkor dobj egy lájkot és iratkozz fel. Egyébként pedig hívjál, írd meg, hogy ezt hogy kell kirakni. Puszi!